A felnőtt női kézilabda válogatott egy héten keresztül Balatonbogláron edzőtáborozott. Az A és B keret tagjai egyaránt meghívást kaptak az összetartásra, a fiatalok így együtt készülhettek tapasztaltabb társaikkal. Rögtön a második nap volt az, hogy akkor egy sokkal statikusabb, egy lassabb, kevésbé intenzív edzésvezetéssel felvettük és rögzítettük a játékokat, amit elvileg majd most megkapnak videón. Ezzel talán egy picit fel tudjuk gyorsítani azt a folyamatot, hogy akkor amikor legközelebb találkozunk két hónap múlva, akkor már nem lesz idegen senkinek sem. A szövetségi kapitány igyekezett minél jobban kihasználni a rendelkezésre álló időt. A small development in the game is what we focus this week on, because finally there's no I have a free week with no important qualification games or championship games. A B keretbe három korábbi NECA játékos is meghívást kapott, akik örömmel tértek vissza akadémista éveik helyszínére. Jó itt, hogy újra ez a környezet, és így ahogy beléptünk a csarnokba, egyből megcsapott ez az illat, ami ide jellemző. Nyilván vannak nehézségek, és én nekem is rengeteg akadály az utamba került, de tényleg megéri, és a végén biztos vagyok benne, hogy mindenkinek eljön az eredmény. Most nagyon örülök, hogy a Fradiban vagyok, és tényleg úgy érzem, hogy már ez alatt az egy hónap alatt is rengeteget tanultam. A junior világbajnok csapatból többen is itt voltak az edzőtáborban, és együtt készültek. Sok ismerős volt így a kereten belül, többen voltunk ugye, akik nyáron is egy csapatban voltunk, és hát nagyon kedves volt mindenki, szerintem ez egy plusz erőt adott, így most beszéltek a magam nevében, hogy így könnyebb volt feloldódni, és így könnyebb volt a munka is. A B-keret játékosai igyekeztek felvenni a ritmust és megismerni az A-válogatott játékát. A edzéseken is nagyjából ugyanazokat csináljuk, most még ugye mi átveszünk a figurákat is, mert nagyon sok új van, de a kondiba is szerintem hasonló dolgokat csinálunk, meg fontos az, hogy esetleg oda kerülünk, akkor tudjuk, hogy mégis mit játszanak, meg miket csinálnak. A kapitány is bízik a magyar tehetségekben, akikről elismerően beszélt. I think they are doing a good job and they have great potential. This is why I take them here. There are so much potential here in Hungary. I can see that the handball level is amazing and we have a lot of young players also now coming up. The next couple of national teams look very promising.